A Balaton, Magyarország egyik gyöngyszeme, híres természeti szépségéről és nyugodt vizeiről, amelyek évről évre turisták ezreit vonzzák, és gazdag élővilágáról. Minden évben számtalan vándormadarat lát vendégül, köztük a közkedvelt fecskéket is, amelyek a tó környékének egyik legkedveltebb látványosságai. Ezek a kecses légakrobaták vidám csivitelésükkel és repülésükkel teszik még varázslatosabbá a tó környékét. A fecskék jelenléte a természet harmóniájának egyik jele. Az utóbbi időben azonban aggasztó tendencia figyelhető meg. Egyre több a jelentés legyengült és éhes fecskékről a Balatonnál. Ez a jelenség nem csak a madarakra, hanem az egész ökoszisztémára is hatással van. Ez a nyugtalanító jelenség mindannyiunkat cselekvésre kell, hogy késztet, akik szívügyünknek tekintjük ezeket a különleges madarakat. A helyi közösségek és természetvédők már lépéseket tesznek a fecskék megsegítésére. A fecskék, mint sok más vándormadár, számos kihívással néznek szembe fáradtságos útjuk során. Az éghajlatváltozás és az emberi tevékenységek mind hozzájárulnak ezekhez a nehézségekhez. A kedvező időjárási viszonyokra, a bőséges táplálékforrásokra és a biztonságos pihenőhelyekre támaszkodnak, hogy sikeresen teljesíthessék vándorlásukat. Ezek a tényezők elengedhetetlenek a túlélésükhöz. Amikor ezek a tényezők felborulnak, annak jelentős hatása lehet a túlélésükre. Az időjárási viszonyok változása és a táplálékforrások csökkenése komoly veszélyt jelenthet a fecskék számára. A fecskék sorsa emlékeztet bennünket arra, hogy a természetben minden mindennel összefügg. Az ő egészségük és jólétük a környezetünk állapotának tükre. E madarak egészségi állapota a tó ökoszisztémájának általános állapotát tükrözi. Ha a fecskék jól vannak, az azt jelenti, hogy a tó és környéke is egészséges. Felelősségünk megérteni a kihívásokat, amelyekkel szembesülnek, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy a jövő generációi is gyönyörködhessenek bennük. Együttműködéssel és tudatossággal megőrizhetjük ezt a természeti kincset. A fecskék igazi világjárók évente kétszer tesznek meg hihetetlen vándorutakat. Ezek a kismadarak több ezer kilométert repülnek, hogy elérjék téli és nyári élőhelyeiket. A Balatonnál látható fecskék közül sok a melegebb éghajlatú Afrikában tölti a telet. Itt találnak menedéket a hideg hónapokban, mielőtt visszatérnének Európába. Amint beköszönt a tavasz, nekivágnak a fáradtságos útnak vissza európai költőhelyeikre, köztük a Balaton környékére is. Ez az út tele van kihívásokkal és veszélyekkel, de a fecskék kitartóak. A Kis Balaton, ez a védett vizes élőhely a Balaton közelében kulcsfontosságú szerepet játszik ebben az éves vándorlásban. Ez a terület nem csak a fecskék, hanem számos más vándormadár számára is létfontosságú. Létfontosságú megállóhelyet biztosít a fecskék és más vándormadarak számára, ahol kipihenhetik magukat és feltölthetik energiatartalékaikat a hosszú repülés után. Itt biztonságban vannak és bőséges táplálékot találnak. A Kis Balaton rovarokban és más táplálékforrásokban gazdag, így a madarak pótolhatják az elvesztett energiát, és felkészülhetnek útjuk következő szakaszára. A rovarok bősége különösen fontos a fecskék számára, mivel ezek a fő táplálékforrásaik. Ez a páratlan természeti kincs és a tőle függő fecskék azonban egyre nagyobb nyomás alatt állnak.
az élőhelyek megőrzése és védelme kulcsfontosságú a madarak túlélése szempontjából. Az élőhelyek elvesztése, a klímaváltozás és más emberi tevékenységek veszélyeztetik az ökoszisztéma kényes egyensúlyát. A vizes élőhelyek pusztulása különösen aggasztó, mivel ezek a területek létfontosságúak a vándormadarak számára. Különösen aggasztó a rovarpopulációk csökkenése, amelyek a fecskék fő táplálék forrását jelentik. A rovarok eltűnése komoly hatással van a fecskék túlélésére és szaporodására, ezért fontos, hogy megőrizzük és védjük ezeket az élőhelyeket. A fecskék hatalmas távolságokat tesznek meg vándorútjuk során, és eközben számos veszéllyel találkoznak. Az egyik gyakran figyelmen kívül hagyott fenyegetést a közlekedés, különösen a balatonparti utakon közlekedő autók jelentik. A hosszú utazástól kimerült fecskék gyakran pihennek meg a meleg aszfaltúton, nem sejtve a lehetséges veszélyt. Az autósoknak fokozottan figyelniük kell rájuk, különösen a tavaszi és őszi fő vonulási időszakokban. A lassítás és az alacsonyan szálló madarakra való odafigyelés sokat segíthet az ütközések megelőzésében. Ha fecskéket látunk az úton pihenni, álljunk meg biztonságos távolságban, és egy rövid dudaszóval ösztönözzük őket a továbbrepülésre. Ne feledjük, egy apró kedvesség is megmentheti ezeknek a törékeny teremtményeknek az életét. Azzal, hogy tudatában vagyunk a jelenlétüknek, és felelősségteljesen vezetünk, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy biztonságban átjussanak az utakon. Minden megmentett fecske győzelem a faj megőrzéséért folytatott küzdelemben. Negyedik rész. Amikor az ég elkomorodik, hogyan befolyásolja a rossz időjárás a fecskéket? Az időjárás kulcsfontosságú szerepet játszik a fecskék életében. Ezek a madarak az időjárási viszonyokhoz igazítják mindennapi tevékenységeiket, beleértve a táplálékszerzést, a fészkelést és a vonulást is. Bár ezek a szívós madarak képesek alkalmazkodni a változatos körülményekhez. A hosszantartó rossz időjárás komolyan veszélyeztetheti a túlélésüket, különösen a vonulás és a költési időszakban. A viharos szelek és a heves esőzések különösen nagy kihívást jelentenek számukra. A heves esőzések és az erős szél megnehezíti a fecskék táplálékszerzését. Az ilyen időjárási körülmények között a madaraknak több energiára van szükségük a repüléshez, miközben kevesebb táplálékot találnak. A rovarok, amelyek a fő táplálékukat jelentik, menedéket keresnek az eső elől, így a fecskék nehezen találnak élelmet. Ez különösen kritikus a fiókák etetésekor, amikor a szülőknek gyakran kell visszatérniük a fészekhez. A táplálékhiány legyengíti a madarakat, ami megnehezíti a további utazást vagy a fiókák gondozását. A legyengült fecskék kevésbé képesek ellenállni a betegségeknek és a ragadozóknak is. A hideg időszakok további veszélyt jelentenek, különösen a fiatal fecskékre nézve. A fiókák még nem rendelkeznek a felnőttekhez hasonlóan fejlett hőszabályozó képességekkel. Így a hosszantartó hideg végzetes lehet számukra. Kicsi testük érzékeny a hőmérséklet ingadozásokra, és a hosszantartó hideg végzetes lehet számukra. A felnőtt madaraknak is nehézséget okoz a hideg időjárás, mivel több energiát kell felhasználniuk a testhőmérsékletük fenntartásához. A klímaváltozás súlyosbítja ezeket a kihívásokat, mivel gyakoribbá és intenzívebbé válnak a szélsőséges időjárási jelenségek, amelyek felborítják a természet kényes egyensúlyát és veszélyeztetik a lég akrobatáinak túlélését. A jövőben a fecskéknek még nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük, hogy alkalmazkodjanak a változó környezethez. Ötödik rész.
biztonságos menedék, menedékhely biztosítása a kimerült utazóknak. A menedékhely biztosítása az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy segítsük a fecskéket, különösen a vonulás vagy a zord időjárási viszonyok idején. Ezek a madarak gyakran keresnek menedéket olyan védett helyeken, ahol pihenhetnek és energiát takaríthatnak meg. Az ilyen menedékhelyek biztosítása létfontosságú lehet a túlélésükhöz. Érdemes mesterséges fészekodókat kihelyezni a ház eresze alá vagy a kerti fészerekbe. Ezek a szerkezetek utánozzák a természetes fészkelőhelyeiket, és biztonságos helyet biztosítanak a pihenésre.